Sziasztok, jó reggelt! Vasárnap reggel van, itt vagyunk a Várköznél, a Várköz 4-nél, és ismét a Megcsei úti alagutak legendájáról szeretnék nektek beszélni, de hoztam nektek egy szaktérképet, és a szaktérkép segítségével fogom igazolni, hogy valójában ezek a történetek, amit én a Megcsei útról előadtam nektek néhány héttel, néhány hónappal ezelőtt, az teljes mértékben fedi a valóságot, és ezeknek a sztoriknak, amit én előadok, mindig saját tapasztalaton nyugszik. Na most tudni kell egyéb iránt, hogy a csatornám az ugye tematikailag, történetileg témaválasztás, témakutatás szempontjából kettő részre oszlik, tehát úgy vegyétek figyelembe, hogy mindig van egy feltárós része. Egyébként a csatornámnak, ugye, illetve a könyveimnek és a csatornámnak, a videóimnak alapvető célja ugye a tényfeltárás, tehát törekedni fogok arra mindig is, hogy ezeket az alagutakat, ezeket a sztorikat igazoljam, alagutakat bejárjam. Csak röviden foglalom össze, hogy mi történt az elmúlt néhány hónapban, néhány hétben. Tehát sikerült egyrészt ugye bejutni a Grónai utca alá. Szerettem volna nektek több évtizede lefilmezni azt a kivezető, átvezető alagutat, ami a Népkert irányába vezet. Ez egy 350 méteres átvezető alagút a három farkas alól, vagy a Grónai úti nagy pincerendszer alól. Ez végül is sikerült, több ezren néztétek meg néhány hét alatt, illetve végül is visszamentünk a Brown völgybe, ott a középkori alagútat is sikerült felvennem, a középkori alagútba másztam be, és azt is sikerült igazolnom, hogy az is vezet tovább. Tehát ezek a kivezető alagutak a főpince ágból ismeretlen irányba vezetnek tovább, illetve a beszakadásba is belefúrtunk, tehát az is nagyon érdekes kérdés lesz, hogy merre vezet tovább. Na most én szeretném nektek ezt a térképet megmutatni, de egyébként természetesen most majd föl fogunk menni még záróképpen a Megcsei utca alá, csak én szeretném nektek ezt prezentálni, bemutatni, hogy ez a sztori, amit én előadtam nektek, ez igenis valós. Kitakartam, ugye ez egy szaktérkép, ezt befújta hozzám a szél, itt az Almagyar utcát, ez pontosan mutatja a térkép, itt a Hüvelykujjamnál van, innen indul a sztori, ugye a Megcsei úti alagutak legendája, ugye a kútból kivezető alagút legendája, illetve ugye a szódás Almagyar út 9 felől induló alagút, amit én az elejét láttam, de nem tudtam bemenni, de a felső részét láttam, ami ugye a Megcsei utcán át, a Megcsei utcán keresztül vezet, és az én, amikor volt a felújítás, én ezt láttam. Na most én a kommenteket is szoktam nézni, nagyon ritka az olyan komment, amit ki kell törölnöm, 100-ból egy, de ugye itt kételyt fogalmazott meg valaki, hogy ugye itt az Almagyar út 9 alól, mutatom ugye a hüvelykujjam, itt vezet végig az alagút, ez a horizontális rész, amit én horizontális résznek vezettem, vagy neveztem, bocsánat, ez egy létező, ugye hosszú alagút, és ugye ez a vár felé, mutatom, ez egy szaktérkép, a vár felé ugye van három alagút, és itt ezt már ugye felső pincének, itt tudjátok olvasni, direkt úgy mutatom nyugodtan, most egy olyan részen vagyunk, tehát felső pincének nevez ez a szaktérkép, és itt van ugye a Megcsei utca. A Megcsei utcán, a mutató ujjammal mutatom, egyértelműen mutatja a szaktérkép, és a Megcsei utcán vezet át, ugye ez az alagút, amit én mondtam nektek, és itt vannak további aljáratok. Erről is beszéltem, és véleményem szerint, amit itt a mutató ujjammal mutatok, ez lehetett annak idején a kút. Ebben nem vagyok benne biztos, de itt a Megcsei út
sztorittal párhuzamosan, ugye többen kérdeztétek, hogy ugye egy több sztorit adtam elő, hogy ugyanarra szokról, az alagutakról van-e szó. Nem, itt párhuzamos, itt több alagútról van szó, tehát ugye egyrészt indul a Szódástól, egészen ez itt felvezet, átvezet a Megcsei úton, átvezet a vasúton, és én ezzel a háztulajdonossal is beszéltem, aki elmondta, hogy a házuk alól indul egy alagút, ami betorkollik ebbe az alagútba. Tehát ugye ez a térkép igazolja, hogy itt van egy ház, és ez összeköt. Tehát ezt az egy részt, ugye ez egy tömedékelés, ami be van pontozva, ezt meg tudjátok nézni, de ez nem lett betömve, ezt is mondtam, ezt is állítottam, tehát a Megcsei úton ez szépen átmegy, és ez terv szerint nem lett betömve, nem lett betömedékelve ez az alagút, hanem szépen betorkollik, ugye végig, és levezet az Almagyar útba. Tehát ezt magyaráztam, ezt a sztorit magyaráztam, és még egyszer véleményem szerint a szaktérkép, ez egy műszaki szaktérkép, ez lehet a, de ez csak feltételezés, a szakjeleket nem ismerem, de véleményem szerint ez lehet a kút, de ami 100%-osan ugye itt vannak ezek a párhuzamos járatok, erre is rákérdeztetek, tehát itt van, ugye itt lehet olvasni, ez a Megcsei utca, és a Megcsei út párhuzamosan vezetnek ugye alagutak és keresztbe, tehát párhuzamosan keresztbe ez a horizontális szint, tehát ez a Almagyar úti szint, és itt van az átvezető alagút. Én 2018-ban, amikor fölmentem, erről fényképek is készültek, én ezt láttam. Ezt szerettem volna nektek bemutatni, de természetesen törekedni fogok rá, hogy hasonló, ugye feltáró videó készüljön erről is. Tegnap is voltunk, nem ezen a részen, a Braun völgyben voltunk feltáráson, szemrevételezésen, szemlén, nagy területeket járunk be, de itt Egerbe is, ugye beszélni fogunk szakemberekkel, tulajdonosokkal, és remélhetőleg a jövőben ezeket az alagutakat filmre tudom venni, ugyanúgy, ahogy ugye most már 90-valahány videó van, ha összeszámolnám, hogy valamelyik filmfelvételen több videó van, tehát legalább 60-80 pincejárat, alagút szakasz ezekbe a filmjeimben rögzítve lett. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!